Egy rossz szögletem után a csapattól kértem elnézést, és nem nekik mutogattam ki, ezután is szeretnék elnézést kérni tőlük. Nem akarom elvenni a Kanta Józsitól, meg nem is tudnám a találatot. Úgy éreztem, hogy el fogom érni a labdát, nem értem el, de ez bőven elég volt annyira, hogy az utolsó pillanatig ki kelljen várni a kapusnak, és így ne is érje el a megpattanó labdát. Minek volt az köszönhető, hogy kicsit idegesek voltak a játékosok? Hát nem tudnám megmondani, mert nem jellemző a csapatra. Nagyon akarták a győzelmet, valószínűleg ez játszott közben. Nagyon nehéz volt a talaj, tehát kemény volt az alja, csúszós volt a teteje, pattogott, alig volt rajta fű, és hát ugye a passzolós focinkat ez nagy mértékben befolyásolja, és kicsit rendbe kellett tenni a fejeket a fél időben, hogy felfogja mindenki, hogy igazából kicsiben a cselek se jönnek úgy, és próbáljuk minél egyszerűbben a passzokat a második fél időben véghezni. Ember előnyben mi kaptunk egy olyan buta gólt, ami teljesen elkerülhető lett volna, és innen nem tudtunk felállni, és csak magunkat pofoztuk. Inkább az látszott, hogy az MTK pörgött fel a kiállítás után, és titeket zavart meg ez a piros lap. Hát igen, eddig nem mutatunk jó szériát piros lapok terén, amikor ember előnybe kerültünk, rendhiány mindig kikaptunk, vagy nem sikerült nyernünk. Úgy érzem, hogy amíg pariba voltunk, vagy egális létszámban, addig a letámadás jól működött, mikor az MTK-ból kiállítottak egyet, és többen lettünk, akkor mindig elcsúsztunk a letámadásnál. Nem értem, hogy ilyenkor lehet, hogy fizikálisan fáradtunk-e mentálisan, de mindig valahogy elcsúsztunk, és így kaptuk a gólokat is. A kiállítás, mintha inkább a honvédot zavarta volna, meg utána belelendült az MTK. Igen, meglepően nyugodtan fotballoztak utána, persze szerencsés volt, hogy ott gólt értünk el, utána már könnyebb. Már hallottam ilyet is edzők szájából, hogy a lélektani előny így a kiállításra sújtott csapaté. Mindezt fenntartással fogadom, de mindemellett azért azt mondanám, hogy itt is megmutatkozott az, hogy mennyire erős lelkileg, meg mennyire összetartó a mi gárdánk, mert még így emberhátrányban is két gólos előre tudtunk szerteni, amit végül meg is őriztünk, ami egy nagyon szép teljesítmény, úgy gondolom. Beszéltük is, hogy ez volt a taktikám, hogy kiállítottunk magunktól egy embert, és akkor kijönnek, úgymond kicsit támadó focit játszanak, és azáltal megvoltak a területeink, és a második gólnál ez meg is mutatkozott, ugye egy gyors kontra után szereztük a második gólt. Azt mondom, hogy a minden meccsen kiáltanánk tőlünk egy embert, és így végző, de nem sajnálom. Az első fél időben, ha azt nézzük, azért leginkább az MTK térfelén pattogott a labda, jöttek a beadások balról, jobbról, védelem mögé is belöbböltétek a labdákat, a befejezések nem sikerültek. Igen, a befejezés elég hadilában állunk, tehát sok labdát küldünk be a 16-os kapu elé, vagy rosszak a beadások, vagy rosszul érkezünk, tehát ott el vagyunk csúszva valószínűleg, és hiányoznak a gólok, ami segítene átlökni a csapatot a holtponton. Otthon voltatok, vagy idegenben? Hát ez egy érdekes kérdés, ugye. Idegenben is, otthon is, ugye már megszoktuk ezt a honvéd pályát, még igazából egy évig, sőt, nagyjából másfél évig még itt leszünk. Hát szerencsére most úgy jött ki, mintha itthon lettünk volna, és a szurkolóink is kitettek magukért ezen a mérkőzésen. Szeretnék elnézést kérni a szurkolóktól, akiket megbántottam, akik úgy érezték, hogy nekik intettem ki. Ez nem így volt, szerintem félreértették, egy rossz szögletem után a csapattól kértem elnézést, és nem nekik mutogattam ki, ezután is szeretnék elnézést kérni tőlük.